Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntünk titeket a kiállítás megnyitóján, és nagyon nagy öröm ennyi arcot látni. Örülünk, hogy régi arcok is vannak, és nagyon örülünk, hogy újak is vannak. És ebben az évben arra gondoltunk, hogy egy kicsit másképp kezdjük a kiállítást, ezért hoztunk nektek egy vendéget, Tihanyi Dánielt, zeneszerző, énekes, színművész, musical színészt, aki elvállalta azt a felkérésünket, hogy most egy néhány dallal bevezeti és megnyitja ezt a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm, én is sok-sok szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. És a válogatott dalok közül hoztam két saját szerzeményt is, úgyhogy bátorkodom szeretettel azt is tolmácsolni egyből. Ezzel is indítanék, az a cím, hogy Felel az ég. Fogadjásuk szeretettel! Gondolat, mit őrzöl magadban? Néma szó, mi szó nélkül mondható? Nem láthatják, ha elrejtett templomát, mint ki fél, ajtaját bezárják. Az életünk tán múló, de ajándék, hogy meddig tart, nem tudjuk még. Álmodás, ébredés, körforgás, jó és rossz döntés. Ki vagy igazán, s a világ kinek lát, s tetteidben dől el. Elsodor a vágy, az útvesztő talán, az erdő mélyén tűnsz el. Tisztán kell, hogy láss, a fény rád is vár. Szeress, ne félj, majd felel rá az ég. A magány hív, nem maradhat egyedül. Állj mellé, többé ne menekülj. Nyisd meg hát a szívek kapuját. Öled át, s az ég majd téged ölel át. Téged ölel át. Ki vagy igazán, s a világ kinek lát, az tetteidben dől el. Elsodor a vágy, s az útvesztő talán, az erdő mélyén tűnsz el. Tisztán kell, hogy láss, a fény rád is vár. Szeress, ne félj, majd feled rá az ég. Ki vagy igazán, talán tetteidben dől el. Elsodor a vágy, de ne az erdő mélyén tűnj el. Tisztán kell, hogy láss, a fény rád is vár. Szeress,
ne félj, majd feled rá az ég. Feled rá, feled rá, feled rá, feled rá. Nagyon szépen köszönöm. Talán ez volt, nem mint hogyha olyan nagyon sok szerzeményem lenne már, de igyekszem, de ez volt talán ez a legeslegelső dal, amit kaptam. A jó Istentől hálé. A következő nem saját szerzemény lesz, de nagyon közel áll a szívemhez, fogadják sok szeretettel. Senkit nem szeretnék elaltatni, de most jó, hogy kicsit pihenjünk meg együtt ezekben a gondolatokban. Ha úgy adódik a dal végén, majd keltsenek fel, legyenek szívesek. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbe állnak, mikor körbe állnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjünk el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam. Az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, hát minek örre menni? Kezdjetek szeretni. Kezdjünk el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni. Köszönöm szépen. A következő dal ismét egy saját szerzemény lesz. Annyit hozzátennék, hogy hát most már azért jönnek a hidegek, és ez a dal karácsonykor íródott, bár nem a hóesésről és a fenyőfáról szól, hanem így a fontos üzenetről és a találkozásról, és pontosan arról, ami minden nap talán aktuális, hogy adjuk meg azt az időt magunknak, amikor kicsit meg tudunk pihenni, és tudunk figyelni arra a belső vezetésre, a Jóisten hangjára, arra, hogy mégis merre tart a mi életünk, a mi dolgaink, és pont ez erről a találkozásról szól, és hogy ebből a csendből fakadjon ki aztán, amit zengünk örömmel. Tehát szóljon a Zengjen az ének című dal.
szólít egy hang, legbelül ne üzd el. Pihenj meg, és figyelj rá, mit mond el neked, milyennek lát. Ugye hallott szavát? Van egy dal, mi elkísér, már oly rég benned él, mindig remél, hogy hazatalál, otthont lel. Minden ember mind ki szeretni mer. Zengjen az ének, éljen a lélek, mindenki téged vár. Gyermekek vének, égen a fények, hadd lássuk arcod már. Csillag az ében, árva szegénynek, mi gazdagságot adsz. Emberek kérnek, s árad az élet, mi hálánkban megmarad. A hálánkban megmaradsz. Te fáradhatatlanul visszajársz, újra rám találsz. Ha nem is hisszük még, hogy lángottól olvad a jég. Te adsz békét, az otthon melegít. Hát zengjen az ének, ilyen a lélek, mindenki téged vár. Gyermekek vének, égen a fények, hadd lássuk arcod már. Csillag az ében, árva szegénynek, mi gazdagságot adsz. Emberek kérnek, s árad az élet, mi hálánkban megmarad. A hálánkban megmarad család, remény, barát, hűség, bizalom, igaz társ, jóságban kitartás. Gyermek jámborság, ember bátorság, béke, boldog nép, a hála legyen a lét. Lássuk arcod már. Csillag az ében, árva szegénynek, mi gazdagságot adsz. Emberek kérnek, s árad az élet, mi hálánkban megmarad. Hálánkban megmarad. Hálánkban megmarad. Következő dal bizonyára sokaknak ismerős lesz szerintem, de nekem nagyon-nagyon régóta a szívemhez közel álló dal. Hálám jeléül szóljon a halleluja. A refrénben nyugodtan be lehet csatlakozni. Egy titkos akkord, mely szívemben szól, mint Dávid lantja a zsoltárokból, belőled indul is hozzád,
visszatér. Sok-sok dal úgy felkavar, de milyen zeng egy ősi hang. Ne félj, hited elég a hosszú útra. Halleluja, 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 de jó, halleluja. Olyan jó együtt hálát adni. Te ott vagy, hol a szeretet győz, hol kételyt bizonyosság elűz. Itt vagy vélünk, érzem szüntelen. Mint fényajtómnak kulcsukán, vagy billentyű a zongorán, csak állok én, a szívem lángra gyúlva. Halleluja, 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 halleluja. Nagyon csodás, nagyon köszönöm, hogy így együtt énekeljük ezt az egyszerű, de kifejező dallamot énekel. Ma is köszönöm az életet, s hogy napról napra több lehetek, s hogy ajkamon oly tisztán csenghet a szó. Ha a megváltásra gondolok, s hogy karjaidba bújhatok, dicsőség néked hála néked újra. Halleluja, 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 szépen. Nagyon szépen köszönöm. Csodás estét kívánok mindenkinek. Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Csak egy kis anekdótát Daniról, hogy honnan ismertük meg. A Lukács Andi mentorotoknak a kiállításán a Dani volt az énekes, és Andi engem kért meg, hogy nyissam meg, és akkor találkoztunk először. Mert akkor beleszerettem a hangjába, és tiédbe is, drágám. És azon a kiállítás megnyitom volt egy alkalom a végén, amikor a Dani ugyanígy elénekelte a megbeszélt számokat. És akkor a végén volt ott egy zongora a kiállító helyiségben, és akkor a Dani még egy ilyen ráadást, pár szám ráadást adott elő, és gyönyörű. Tehát ahogy most emelted ennek a megnyitónak a fényét, úgy akkor is emelted a megnyitónak a fényét, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a Vardor Art Mentor programjának az évzáró kiállításán, és furcsa ilyet mondani szeptemberben, hogy évzáró kiállítás, de hogy miért is alakult így ez a, hogy szeptemberben van az évzáró kiállítás. Ez a mentor program 2019 májusában jött létre először, akkor indult el az első egy év,
És ugye azt ígértük ebbe a programba, hogy Pálcik embertől a kiállításig egy év alatt, tehát ez volt az ígéret, és azt terveztük, hogy minden év végén, minden év májusában fogunk tartani egy kiállítást. De ugye 2020 májusa az éppen a Covid időszakra esett, és így elhalasztódott ez a kiállítás szeptemberre, és innentől kezdve már minden évben, hagyományosan szeptemberben tartjuk meg ezt az évzáró kiállítást, akkor, amikor mások amúgy nyitják az iskolákat, nekünk ez mégis egy ilyen évet lezáró kiállítás. Tehát most ott tartunk, hogy ebben a programban a negyedik évet kezdtük meg veletek. Ez a harmadik ilyen kiállítás. Második alkalommal vagyunk itt a stúdiónkban. És nagyon sok gyönyörű kép érkezett, úgyhogy most el is mondom a számokat hozzá, hogy 96-an küldtetek be képeket, nagyon-nagyon örülünk neki, és összesen 261 képet sikerült itt a falakra kifüggeszteni, nagyon-nagyon szép szám. És abszolút rekord egyébként, minden évben nő a képek száma, mert tavaly ilyen 200 körül volt, előző évben meg akkor még a Magnetházban volt a kiállítás, és akkor ilyen 100 körül fér csak ki kép. Már tavaly dupláztunk, úgyhogy, no, szóval ez egy rekord, és akkor szerintem mondjuk azt, hogy jövőre még több kép, valahogy kibővítjük a falakat, és még több képet várunk tőletek, hogy itt megmutassátok magatokat. És amellett, hogy ugye itt rengeteg gyönyörű alkotást lehet látni, amellett ez egy nagyon-nagyon remek alkalom arra, hogy találkozzunk veletek személyesen is, akikkel mondjuk csak webinárokon, online formában találkoztunk eddig, úgyhogy most el tudtatok jönni nagyon sokan, és ez egy nagyon-nagyon jó is alkalom arra, hogy egy kicsit találkozzunk, egy kicsit beszélgessünk, egy kicsit megismerjük egymást, ne csak a képeiteket, meg az e-mail címeiteket lássuk, hanem az arcotokat is, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm számunkra mindig, egy ünnep, hogy itt vagytok és ennyien eljöttetek. No, hogy miért is született ez a kiállítás, illetve hogy miért csináljuk, erről mondanánk pár szót. Hát az egyik oka az természetesen az, hogy megmutassátok azt, hogy hol tartotok, mit tanultatok eddig, mi az, amit már most képesek vagytok megalkotni. És ugyanakkor azt is szeretnénk megmutatni ezen a kiállításon, hogy mennyi lehetőség van ebben a dologban, ebben az alkotásban, a képzőművészetben, hogy elindulunk a ceruza rajztól, és utána rengeteg technikát, meg stílust, meg mindenfélét tanulunk, és hogy mennyi fele ágazhat ez az út. És ezt is szeretnénk nektek ezen a kiállításon megmutatni, úgyhogy egy kicsit olyan szemmel is érdemes majd körülnézni, hogy mi mindent lehet ebből kihozni, azon kívül, hogy festek valamit, vagy rajzolok valamit, rengeteg lehetőség van benne. Hogy arra különösen büszke vagyok, hogy ebbe a programban 36 lecke van, és ugye a 36 lecke az minden technikát, minden témát fölölel, és hogy most itt a kiállításon igazából mindegyik témából, mindegyik leckéből van egy-egy alkotás. Tehát, hogy láttok most itt grafit rajzokat, inverz rajzokat, háromszint technikás képeket, pasztelleket, akrilfestést, olajt, akvarelfestést, kollást, kubistát, portréfestési stílusokat, nem akarom felsorolni mind a 36-ot, de hogy ez az első kiállítás egyébként, amikor ennyiféle stílus megmutatkozik ezen a kiállításon. És ennek nagyon kifejezetten ez ilyen nekem szívhez szóló, hogy minden, amit igazából kitaláltunk nektek, az most itt van a falakon, és végigcsináltátok és megcsináltátok ezt a programot. És külön öröm, hogy ahogy haladtok előre, egyre több olyan alkotást látunk, amiben mind jobban benne van a ti személyiségetek, az, ahogy ti látjátok a világot, ahhoz megtaláljátok azt a technikát, amivel a legjobban ki tudjátok ezt fejezni, vagy amelyik a kedvencetek lesz, és egyre inkább személyessé válik ez az alkotás, és szerintem ezt is reprezentálja ez a kiállítás most.
Amikor csomagoltuk ki a képeiteket, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon ti milyen érzéssel lehettek afelé, hogy most egy kiállításon fognak megjelenni a képeitek. És ugye vagytok itt jó néhányan olyanok, akik már a negyedik éve velünk vagytok, és ez a harmadik kiállításotok. Van, akinek ez a második kiállítás, és van, akinek ez az első kiállítása, és szerintem mindannyiatokban más érzés lehet. Talán aki harmadszor áll itt ki, vagy harmadszor van itt velünk, akkor lehet, hogy neki ez már egy olyan dolog, hogy mint a karácsony, hogy az éves rutin része. Tudjuk, hogy ha szeptember van, akkor Valdorolt kiállítás, hozzuk a képeket, és kint lesz a falon. Akinek talán a második kiállítása, ő lehet, hogy azt méri, vagy azt nézegeti, hogy mennyit fejlődött az elmúlt időszakban. És hát akinek meg ez az első kiállítása, az egy, szerintem egy óriási dolog, amikor megvan az, hogy életed első képét, vagy nem is az első képét, hanem többedik képét, de hogy szerepel egy kiállításon. És igazából mostanában úgy divatos kiállítás megnyitott nyitni, hogy az alkotókkal beszélgetnek, és megkérdezik, hogy hogyan indultál el, hogy mi volt a célod. De most sokan vagytok itt alkotók. Rengetegen, úgyhogy azt most nem ígérjük, hogy mindenkit ez oda tudunk menni, és mindenki elmondhatja, de elmondhatja, itt hosszú még az este. De nagyon kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy milyen érzésekkel jöttetek a kiállításra, milyen érzések voltak bennetek, amikor kiválasztottátok, hogy milyen képet, melyik alkotásotokat szeretnétek ide beküldeni, meg egyáltalán, hogy tényleg rutin volt-e, vagy azért volt még egy kis izgalom, egy kis érdekesség benne. Úgyhogy nagyon szeretnénk egy-két véleményt hallani tőletek ezzel kapcsolatban. Ki vállalja? Lizén, tudtam, hogy vállalod webináron is mindig sokat. Igen. Szívesen vállalom. Sziasztok, ismertek, én vagyok Liza. Igen. Tehát mi volt a kérdés, hogy milyen... Milyen? Liza, mivel te már negyedik éve velünk vagy. Igen. És ez a harmadik kiállításod velünk. Igen. Vajon ez karácsony neked? Olyan, mint a karácsony? Ez nekem a karácsony, de nekem a karácsony az év legszebb ünnepe, életem legszebb ünnepe a karácsony, mert együtt lehetek a családommal, a gyerekeimmel, stb. Örülünk egymásnak, boldogságot okozunk, nem csak az ajándékok, maga az együttlét. És amikor idejövök, akkor én ezt érzem. Együtt vagyok veletek, együtt vagyok az alkotótársaimmal, a barátaimmal. Én mindenkit barátnak hívok, akikkel az interneten így kapcsolatba kerültem a képeknek a során, megalkotása során. Persze alakultak ki olyan személyes barátságok is, Antalvári Marika, Zsuzsi, és még tudnám sorolni, de... A kérdésre ugye pontosan a válasz az, hogy készültem, rettenetes nagy izgalommal készültem. Én amikor beküldtem a képeimet, amire gondoltam, hogy az idén megalkottam és alkalmas a kiállításra, akkor 6 darab kép volt, amire számítottam, és nagyon nagy lendülettel szerettem volna, hogyha sikerül. És sikerült. És az a 6 képem került be. Ezek a képek tele vannak érzelemmel, örömmel. Van benne itt-ott egy kis bánat is, amit a kép megfestése során tudtam feldolgozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, hogy találkoztam veletek, és hogy beiratkoztam ebbe az iskolába, mert én azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem világszinten is egyedüli. Köszönjük. Nagyot alkottatok, és sokat kihoztatok belőlünk. Köszönjük szépen. Úgyhogy köszönöm szépen. Marika? Igen, a Marika is már nagyon régi motoros nálunk. És Marikáról még annyit kell tudni, hogy nagyon sokan vagytok most, akik már régóta itt vagytok, hogy nem csak közös kiállítások vannak már, hanem nagyon sokatoknak van önálló kiállítás, és Marikának pont nem régen nyílt meg a saját önálló kiállítása.
nagyon-nagyon izgultam, az az igazság, ha a második, nem négy bekapcsolva, közelebb, jó. Tehát izgultam, hogy mi legyen az, amit beküldök végül is ide, mert hát ugye az embernek sikerülnek jobban is, meg kevésbé jól is a képei. Én azt mondom, ha minden 20. vagy 30. olyan, amivel olyan elégedett vagyok, vagy úgy gondolom, hogy közel van a szívemhez, akkor az szerintem jó arány. És végül is a nagyon sok kép közül ugye itt megjelent néhány, és az az igazság, hogy mindegyikbe beleraktam a szívemet, lelkemet, tényleg, amik itt kint vannak. Olyanok, amiben úgy gondolom, hogy már benne van az én kis énem is, a személyiségem is. A kiállításommal, az egy első önálló kiállításommal kapcsolatban azt tudom elmondani, ha már itt Andi fölvetette, hogy rettenetes volt felkészülni, tehát a felkészülés az olyan ideg munkával telt, hogy én azt hittem, hogy nem is fogom túlélni, hogy mit keresek én ott egyáltalán, hogy kerülök én a nagyok közé, mikor én olyan picinek gondolom magamat. De amikor vége lett, akkora nagy boldogság volt, és akkora nagy kő leesett a szívemről, hogy nem is tudom elmondani. És nagyon-nagyon hálás vagyok én ennek az online tanfolyamnak, hiszen a pandémia alatt ugye kapcsolódtam be én ebbe a rendszerbe, és én akkor is azt mondtam, hogy ez életmentő volt a számomra. És most is ezt mondom, mert különben nem is tudom, mi lett volna ott egyedül velem, ha nem találkozom így ugye interneten keresztül, és nincs feladat ugye nyugdíjasként, hogy rendszeresen nekiállni és csinálni a következő munkát. Tehát nagyon-nagyon hálásak vagyunk, azt hiszem, mindannyian, akik itt vagyunk. De jó. És köszönöm a lehetőséget. Köszönjük. Ildi is még szeretne pár szót szólni. Ildi, mondhatsz bármit? Igen. Egy dolgot szeretnék. Öregségem ellenére nagyon fiatal vagyok, mert még csak első éves, és ha hiszitek, ha nem, én tavaly szeptemberben a pálcika emberen, ahogy írjátok, azon kívül semmit nem tudtam rajzolni. És mikor Andrea mondta, hogy figyelj, neked is van egy-két képed, amit ki lehetne állítani, hát az enyémet, hát nem. Na mindegy, kiválasztottak pár képet nekem is, és úgy voltam vele, hogy mikor hallottam, hogy milyen sok képet fogtok kiállítani, hát biztos az enyém azért lemarad. És mikor megérkeztem, és megláttam, hogy fönn van a falon, tényleg azt mondtam, ez biztos, hogy én csináltam. Én magam nem hittem el. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mind a kettőtöknek, mind a hármatoknak, hogy ide kerültem. Öregségemre tényleg nagyon sokat adtatok. Köszönjük. Köszönöm szépen. Ildi. Jó, hogy mondtad, hogy nemrég csatlakoztál a programhoz, hogy azt szeretném kérdezni bárki, aki vállalja, és már régebb óta velünk van, hogy mit üzentek azoknak, akik most kezdték? Mert hogy én azt látom most, hogy örülök annak, hogy egyre többen vagytok a webinárokon, és tanultok, és küldtök be képeket, de pont Juli, amikor hozta be a képeit, ő már ismer harmadéves, ő mondta, hogy emlékszik még arra az időre, amikor kezdődött ez a program, és hogy alig merte feltölteni a Facebookra a képeit, hogy ez micsoda izgalom volt, hogy milyen értékelést fog rá kapni. És hogy akik még most vagytok újak ebbe a programba, hogy olyan sokan nem meritek bekapcsolni webináron a kamerát, pedig nem harapunk. De, szóval, hogy minél több a személyes kapcsolódás, minél többet látunk benneteket, annál élménydúsabb, annál közösségibb élmény tud lenni ez az iskola. És hogy akik már régebb óta tanultak velünk, hogy mit mondanátok akik most csatlakoztak, az elsősöknek? Kati, nem jó. Nem. Zsuzsi? Isten megy, jó. Szia,
Sziasztok, Pók Andi vagyok. Talán én azért le szoktam kapcsolni néha a kamerát. Nem mindig. Mindig izgulok, amikor felrakom a képet, és hogy jaj, mit mond a mentor. Már megint elszúrtam valamit, és akkor azért elég jó visszajelzések vannak, hát azért van szenvedés is. De hát pont a két kép, ami most kiállításra került, az olyan, hogy megláttam a képet, már a fotó eredetit, vagy valami internetes képet, és megragadott, és elkezdtem csinálni, és addig csináltam, amíg kész nem lett, és hát tanácsokat is kaptam. És örülök neki, hogy sikerült. És a bagó is olyan volt, ami ugye a paszteleket csináltuk, de ez olyan volt, hogy megláttam, és csak raktam egymás a színeket. Nem is gondoltam rá, hogy hanyadik rétegnél tartok, de addig pakoltam, amíg láttam, hogy kell. És hát azt mondanám, hogy csináljátok, vágjatok bele, mert annyira jó, amikor jó sikerül, és jó az eredmény, és hát ezt a technikát én már több képen is alkalmaztam, ezt a vegyes technikát, és egyre jobban megkedvelem. Úgyhogy szerintem ne féljetek, és csináljátok bátran, és megjönnek az eredmények. Köszönjük! Én most szeretnék még egyet hozzáfűzni ehhez, mert szerintem megfogalmaztad azt a dolgot, ami nekem eszembe jutott, és az egyik üzenet talán az, amit mondtál, hogy a kitartás, hogy csinálni kell, akkor is, amikor ne adjátok fel, kitartóan csinálni kell, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha van olyan, ami nem úgy sikerül elsőre, köszönöm szépen, úgyhogy, és meghozza a gyümölcsét ez a kitartó munka. És akkor mi is ez a mentor program? Ugye ti tudjátok, hogy mi ez a mentor program? Igen. No, ugye ez most ennek a programnak az egyik ilyen csúcspontja, hogy itt vagyunk ezen a kiállításon, de azért vannak ennek további elemei is, és arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy ez a közösség, ami itt kialakult, ez egy nagyszerű dolog, amit látunk a Facebook csoportokon keresztül, a mentorok segítségével, a ti segítségetekkel, hogy egy olyan fantasztikus, támogató, segítő közösséget láttunk itt fölépülni az évek alatt, ami hát egy óriási öröm számunkra, hogy egy ilyet láttunk, és szerintem, vagy remélem, hogy nektek is ugyanilyen jó érzés, hogy akkor megint megnézni, hogy na mi olyan mit szóltak a többiek, megkaptam-e az építőkritikámat, tovább tudok-e menni azokkal, amiket mondtak, vagy csak egyszerűen azt mondták, hogy hát ez zseniális, amit rajzoltál, festettél. Úgyhogy ez a része nagyon jó, de még egy véleményt szeretnénk meghallgatni az előbb. Köszönöm szépen. Én a mentor programba igazából most szálltam be májusban. És hát ez nem most kezdtem el rajzolgatni, mert ugye a Covid mindenkinek hát adott egy nagy lökést, hogy valamivel el kellene tölteni az időt. Gyerekeimtől kaptam egy akrilfestést a Valdoráltól, és rájöttem, hogy hát az nem elegendő, kellene ám a rajz is hozzá rendesen. Úgyhogy hát elkezdtem aztán rajzolni, vettem programokat. És tavaly, mikor volt a kiállítás, azért én eljöttem ide körülnézni, és nagyon-nagyon megtetszett, hogy hova lehet itt eljutni. És akkor úgy döntöttem, hogy bele fogok vágni ebbe a mentor programba, mert az, hogy kapunk olyan támogatást, igazából nem kritikának mondanám, az is van benne természetesen. De jobbító szándékkal és nagyon-nagyon jó észrevételekkel, látásmódot javítunk. Meg az, hogy hova lehet eljutni, hát itt tényleg csodálatos alkotások vannak, úgyhogy mindenkinek szívből gratulálok, és nagyon örülök, hogy nekem is képképen már bekerült. Rajzok természetesen, grafikák, portrék. Köszönöm szépen! Na,
No, hát akkor végül is rögtön megkaptam a visszaigazolást, hogy tényleg ez egy nagyon jó kis közösség, és nagyon sok pozitív visszajelzést lehet itt kapni. És a másik része, hogy ezek a havi találkozások, a havi webinárok, amikor azért össze tudunk kapcsolódni azokkal is, akikkel személyesen nem vagy keveset tudunk találkozni. És itt megint egy kicsit a régieknek szeretném megköszönni azt, hogy ott vagytok, és arccal vagytok ott, és hozzászóltok, és mindig lendítitek tovább a beszélgetést. És egy kicsit biztatni szeretném a frissen becsatlakozókat, hogy lehet nyugodtan ott hozzászólni, megmutathatjátok az arcotokat, nem fogjuk leharapni, senki nem fogja leharapni, és nagyon jól segíti azt, hogy látjuk azt, hogy kihez beszélünk. Tehát az mindenkinek nagyon jó, nektek is nagyon jó lesz, hogyha megmutatjátok az arcotokat, és akkor úgy tudunk, és kérdezzetek, és beszéljetek, és jelentkezzetek. Tehát ezt azért csináljuk minden hónapban kétszer, hogy megadjuk ezt a lehetőséget nektek, hogy szóhoz jussatok, és meg tudjátok mutatni magatokat, illetve azt, hogy éppen hol tartotok, vagy mik a kérdések, vagy problémák, amivel éppen küzdötök. Jó, úgyhogy gyertek oda, beszéljetek, mutassátok meg, ha van kamerátok, akkor mutassátok meg magatokat, és nagyon jó lesz továbbra is. És akkor ezt az egész programot ugye azért nem csak mi csináljuk, mint mentorok, hanem van még három segítőtársunk is, akikkel ugye találkoztok a válaszokban. A Lukács Andi, ő szokott mentorálni a csoportban, egyrészt Bósa és Déri Gábor, és most hármójuk közül csak egyet tudtunk elérni, illetve a Gábor eljött, itt mint az utolsó pillanatban megtudtam, úgyhogy szeretnék is szólni neki, hogy Gábor, gyere be egy picit, légy szíves, Andi és Bósa pedig üdvözletét küldi nektek, ők most sajnos nem tudtak eljönni, de akkor itt van Déri Gábor is, és akkor szeretettel köszöntelek. És hát egy olyan kérdést szeretnék föltenni neked, hogy amikor látod ezeket az alkotásokat, és ott a feladat, hogy hozzá kell szólni, akkor ez hogyan történik, milyen érzések, vagy egyáltalán erre folyamatra egy picit a másik oldalról is kukkantsunk bele, hogy mi történik egy mentor fejében. Köszönöm szépen. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez fölér egy kisebb merénylettel, mert nem volt benne a forgatókönyvbe, de nem, azt se tudtátok, hogy jövök. De hogy ne kerüljem ki a választ a kérdés elől, nem tudom, hogy egy ilyen egy kaptafára lehet-e húzni azt, hogy amikor elsőre találkozok egy képpel, amiről valamit kéne mondani, mentorálni, hogy egy recept szerint történik mindig. Az attól függ, hogy milyen állapotban vagyok én is, és hogy mi jön le a képernyőn keresztül a képről. Minden esetre csak így összehasonlítva mondjuk, hogy egy rövid videóban egy 5 percről mondok véleményt, vagy fogalmazok meg észrevételeket, ezt megelőzi egy 10 perc nézegetés, nagyjából úgy van, mint ahogy az ács csinálja, hogy 5-ször mér és 1-szer vág, hogy véletlenül se rosszul vágjon, véletlenül se rosszat mondjunk. Nem fogom sokáig magamnál tartani a szót, de azt el kell mondanom, amikor beléptem, szó szerint ledöbbentem. És az a bibliai dolog, vagy a idézet jutott eszembe, hogy a fát a gyümölcséről lehet megismerni, és ha körbenézünk, itt a gyümölcs, tehát ez azt jelenti, hogy a fa is nagyon jó, és nem azért, hogy hazabeszéljek, de ezt objektíven, ezt elfogultság nélkül bárki is mondhatja. És azért egy-két ismerős arccal találkoztam a halban, és megállapítottuk azt, hogy rengeteg stíluson keresztül, technikán és műfajon keresztül mentek át, és azt kell megállapítani, hogy teljesen független attól, hogy leragadsz egy technikánál, vagy elkezded próbálgatni az összeset, a te fejlődésed a lényeg.
ha csak a karikatúránál maradsz és azt csinálod, abban is tudsz fejlődni, és ez fejeződik ki a képen keresztül. Szóval amit ez az iskola ad, vagy amit hazavisztek ettől az iskolától, azt egy szóban lehet mondani, és az túlzás nélkül, és szívemből mondom, áldás. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, Gábor. És akkor így utólag, bocsi, hogy így berángattalak, de hát ezt nem lehetett kihagyni. És egy másik apropója is van ennek az eseménynek, mégpedig, hogy egy picit ünnepelünk, ugyanis ez az egész történet 15 évvel ezelőtt kezdődött el, amikor elkezdtünk ezzel a dologgal foglalkozni, hogy továbbadjuk azokat a dolgokat, amiket tanultunk, azt a tudást, azt a tapasztalatot, és minél több emberrel megismertessük az alkotás örömét, úgyhogy egy ilyen kisebb kerek évfordulóhoz érkezett ez a történet, úgyhogy a 15. születésnapunkat ünnepeljük most, és akkor így veletek. És mi tényleg hisszük azt, hogy abból az energiából merítkezve, amikor ezek az iskola megszületett, hogy mi tényleg hisszük azt, hogy ez a rajzolás és a festés, ez egy tanulható képesség, és tehát imádjuk ezt tanítani azért, hogy feltöltődést, kikapcsolódást nyújtsunk nektek, hogy sikerélményhez jussatok, és hogy megtapasztaljátok azt a sikerélményt, hogy ezt meg tudja az is csinálni, akik ti, hogy polgári foglalkozásotok van, és nem rendelkeztek művészi előképzettséggel. Most itt a papírt félreteszem, mert az jutott eszembe, hogy az egész dolog azzal kezdődik, hogy van az alaptanfolyam, amikor is a legelső lépést tesszük a rajzolás világába, és ugye hát ezt már több mint 15 évet csináljuk, és néha megkaptam ezt a kérdést a környezetemtől is, sőt néha én is föltettem magamnak, hogy nem unod ezt még? És minden egyes alkalommal, amikor ezt végig gondoltam, hogy erre milyen gondolatok vagy érzések jutnak az eszembe, hogy az, hogy ugyanazt a feladatsort kell végig csináltatni hónapról hónapra, az talán tűnhet unalmasnak. De az, hogy minden egyes alkalommal egy új csapat van, új emberek jönnek, akiknek ez az első alkalom, hogy ezzel találkozzanak, és itt lehet velük megszerettetni ezt a dolgot, innentől kezdve úgy fölpörög bennem az adrenalin, hogy mintha az első alkalommal mennék egy ilyet csinálni. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas ilyen szempontból mindig bármelyiket is csináljuk, és tényleg ezért is imádjuk ezt csinálni, amikor látjuk azt az örömöt az arcotokon, akármilyen szinten vagytok, akárhol tartotok, hogy azt látjuk, hogy érezzük, hogy ismét tudtunk nektek valamit adni. Imádjuk csinálni, mind a mai napig. A legjobb egészben mindig ezek a kiállítások. Tehát, hogy itt mindig megmutatkozik azt, hogy honnan, hova jutottatok, és hogy amiket mondtatok itt a felszólalásban is, hogy néha el sem hiszitek, hogy tiétek, hogy ti alkottátok, és hogy mégis sikerül, és itt vannak kint a képeitek. Tehát ez egy nagy öröm látni is az alkotásokat, és azt is, amit megfogalmaztok. Kicsit vissza reflektálnék arra, amit itt mondtatok, hogy ott álltál a kiállításon, vagy felkértek a kiállítást, és készülöttél, ugye, és hogy mit keresek én itt, és hogy tényleg ér-e annyit az én munkám, hogy egy kiállításon szerepeljen. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen a rajzoláson, festésen keresztül egy kicsit arra is, abban is segítsünk nektek, hogy arra ráébredjetek, hogy sokkal-sokkal több minden van bennetek, mint amit úgy egyébként gondolnátok. Sokkal-sokkal több. És szeretnénk, hogy ezt az érzést minél többször átéljétek, és hát minél többen átéljétek ezt az érzést. És hazavigyétek.
És hogy igazából ezt az iskolát ugye most már sokat beszéltünk, de hogy nem tudnánk csak ketten csinálni, nagyon sokan vannak, akik segítenek bennünket. Egyikőjük Csilla. Csilla már több mint egy éve velünk van. Nyáron, tavaly nyáron csatlakoztál hozzánk. Eredeti végzettségét tekintve ő rajz- és festőszakos tanár, tehát iskolában gyerekeket tanított. Most egy éve velünk van, és festőtanfolyamokon, festőklubokon tudtak vele találkozni, illetve ő tanítja most már a gyerekeket. Mondasz pár szót magadról? Hát, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát igazából a lényeget Andi már elmondta. Annyit tudok még hozzátenni, hogy ehhez az iskolához képest én egy picit másképp tanultam rajzolni és festeni, úgyhogy láttam azt, hogy úgymond állami úton ez hogy működik, és azt bizton mondhatom, hogy ahhoz képest ti itt biztos, hogy nem kaptok kevesebbet, sőt többet, úgyhogy úgy gondolom, hogy Andiék keze közt nagyon jó kezekben vagytok, és nagyon igyekszem én is, hogy az én kezeim közt is jó kezekben legyetek, és sokat tanuljatok. Köszönöm szépen! És ugye akkor, hát mi vagyunk itt a frontban, tehát velünk találkozhatok a legtöbbet, minket láttok itt hármunkat a legtöbbet, de még van egy komplett csapat, aki a háttérben dolgozik azért, hogy minden zökkenőmentesen történjen, úgyhogy szeretném őket is most bemutatni, megemlíteni. Az ügyfélszolgálaton Csatár Janita, ő most sajnos nincs itt, vele Anita szerintem beteg lett. Igen, lebetegedett, de vele biztos, hogy találkoztatok, mert külön a mentorprogramosokkal sokat foglalkozik. Levelezésben, telefonon már találkozhattatok vele. Az ügyfélszolgálat másik oszopos tagja pedig Valentin Eszter. Nem tudom, Eszter, ha hallasz, akkor gyere be. Jó. Igen, ővele pedig szintén e-mailben és telefonon, illetve hát aki személyesen eljön, akkor vele itt találkozhattatok. És akkor most szeretnénk is gyorsan megköszönni nektek a munkátokat, akik itt vagytok. Csillának is, és neked is. Köszönjük szépen! És ezt akkor még van pár ember, aki szintén vannak a fiúk, a fiúk, akik hátra vannak, akiket talán még névről sem annyira ismertek. Az egyikük Sulák Ádám, aki a marketing területen segíti a munkánkat, és most már két éve velünk van, nagyon-nagyon hasznos dolgokat csinál azért, hogy minél több emberhez eljusson az iskolánknak az információja és a híre. Ádám tavaly itt volt a kiállításon, most azért nincs itt, mert megszületett a kisfia, pár hónapos, és éppen jön a foga, és annyira nem jól bírja a tömeget. Jó, és akkor van még a fiú csapatból Kádas Viktor, ő az informatikai támogatónk, ő intéz mindent, ami a honlap működésével kapcsolatban szükséges informatikai feladat. Ő tervezte meg azt a rendszert, amin keresztül most tanultok. Tehát azt a háttérrendszert ezt ő csinálta. Igen. És ezen kívül van még két fiú, akik a vizuális területnek a szakértői, Bertalan Zoli és Gyuri. Váradi Gyuri. Ők pedig az összes ilyen videófelvételt, tananyag elkészítésében vállaltak oszlopos szerepet. Tehát minden, ami videó, az ők ezeken keresztül megy át, ők öntik formába, és ők látják el mindenféle gyönyörű effektekkel a filmeket. Jó, hát így épül fel a csapatunk.
Egyébként néhányunkat meg lehet majd itt tekinteni az asztal. Mindenkiről kint van a karikatúra. Tehát, hogyha nincsenek is itt, de a karikatúra kint van a falon. Jó. Gyertyát most gyújtunk. Szerintem adjuk oda az okleveleket. Jó. Péternek az az ötlete támadt az oklevelek átadásához, mert ugye mindig ez a sokan mondjátok, hogy valaki azt mondja rá, hogy unalmas rész, mert ugye sokan vagytok. Van, aki meg, Marika, te mondtad azt tavaly, hogy ez annyira jó, mert ma olyan régen volt az, hogy ki lehet menni az igazgató bácsihoz, és gratulál, hogy oklevelet átad. Viszont a Péternek támadt az az ötlete, hogy ne névsor szerint, mert hogy ő V betűs, ugye Valentin, és ő mindig kellett várnom, mindig. És ezért azt gondoltuk, hogy összekeverjük az okleveleket. Úgyhogy most teljesen véletlenszerű módon fogunk titeket. Az A betűsöknek most egy kicsit így lehorgott az orra, a V betűsök örülnek, hogy esélyt kaptak. Jó, tehát akkor most szeretnénk átadni nektek az oklevelet, amin ugye a ti festményeitek vagy alkotásaitokból van egy pici válogatás, és szeretnénk egy kis ajándékot is adni az oklevél mellé. Itt, hát ez majd egy ilyen választásos alapon lesz, hogy ki mit szeretne. Több ajándékfajtával is készültünk. Egyrészt gondoltunk a karácsonyra, a közelgő karácsonyra, hát ha sikerül egy ilyen egy-két gondot megoldani. Tehát idehoztuk azt a két könyvet, amit készítettünk. Az egyik a gyerekrajzolós könyv, hogy hogyan kell a óvodás korosztályt segíteni a rajzolásban, illetve a rajzolásról szóló könyv, ami hát mondjuk egy negyedévesnek már nem lehet annyira nagy újdonság, de hát ha valaki tudja ezt használni, vagy van valaki, akinek esetleg oda tudna adni, mert már beszélt róla és kíváncsivá tette, illetve a többi fajta ajándék, azok pedig különféle festő eszközök. És ott többfajta is van, úgyhogy majd szerintem ez úgy fog menni, hogy amikor jöttök, akkor lehet, hogy egy kicsit így meginterjúolunk, hogy éppen melyik a kedvenc technikád, vagy mi. Tehát itt van ecset az olajtechnikához, az akriltechnikához, az akvareltechnikához, úgyhogy ebből fogunk majd mazsolázni. És akkor még ahogy az oklevelek átadása után, hogy ugye nyugodtan maradjatok, egyetek igyatok, a tortát is felvágjuk, és abból is nyugodtan, illetve hogy találtok kint, már láttam, hogy el is kezdtétek ezt a kis, minden évben van ez a kis játékunk, hogy tudjátok értékelni a képeket. Ezt a végén mi majd összesítjük, és ezt az összesítőt el fogjuk nektek küldeni majd a végén, és akkor azzal a kis értékelő évvel, hogy mit gondolsz a képekről, azt mindegyiket meg lehet. Az, ami nyugodtan maradjatok, sétáljatok körbe, és csodáljátok meg az alkotásokat. Jó. És hát akkor kezdjük el, és akkor most itt találomra kihúzunk egyet a pakliból. Thank you.
És akkor így véget ért ez a kis díját adunk, hogy akkor nyugodtan menjetek körbe, nézegessétek meg a képeket.